Énekkarként mutatkoztak be a Gyönki Grünewiese hagyományőrző csoportban néptáncoló gyerekek. Számukra már nem ismeretlen ez a terep sem, hiszen az oktatói különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hozzájuk kerülő fiatalok ne csak a tánccal, hanem a tágabb értelemben vett német kultúrával is megismerkedjenek. Mindig is voltak picikék is, és hát egész picikortól, most már óvodásaink vannak, általános iskolás, első osztálytól, ötödik osztályosig vannak gyerekeink a tánccsoportban, és hát ugye a mondókáktól, a német kis daloktól kezdjük el a tanítást, az egyszerű tánclépésektől, a játékos táncoktól. Nagyon sok ilyen táncot ismertünk már mi is a gyerekkorunk óta tulajdonképpen, mi mint vezetők. Az olyan kis településeken, mint amilyen Gyönk, nem is gondolná az ember, hogy a helyi hagyományőrző utánpótlás csoport létszáma folyamatosan nő, pedig ez éppen így van. A mai gyerekek is nagyon szeretnek közösségbe járni. Most az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél évben nem nagyon tudtunk ugye a pandémia miatt összejönni, de már a nyáron tartottunk egy tánctábort a gyerekeknek, a táncos gyerekeknek, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, olyanok is, akik előtte nem táncoltak. Most ezért is vagyunk ilyen sokan, hát 30-on felüli a gyereklétszámunk, és én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek ugyanolyanok, mint amilyenek mi voltunk gyerekkorunkban, elmondhatom, mert nagyon szeretnek közösségbe járni, szeretnek valamit csinálni, szeretnek énekelni, szeretnek táncolni. A csoportba járó gyerekek arcáról pedig valóban sugárzik a boldogság, amikor az előadásra készülnek, vagy pedig már ott is állnak az őket figyelő közönség előtt. Körülbelül olyan egy éve járok a Grünewiese csoportba, azért szerettem meg, mert jó pár barátom ide jár, és nagyon-nagyon szeretek fellépni, így a csoporttal. Kevés olyan tánccsoport van, amelyik elmondhatja magáról, hogy a megalapításának fél évszázados évfordulója egyre közelebb lesz. A tánccsoportunk a Grünewiese tánccsoport, jövőre lesz 40 éves. Azóta egy 8-9 generáció már felnőtt itt. Nekik folyamatosan adjuk tovább, újra-újra hozzakat a régi lépéseket és koreográfiákat, amiket a tánccsoportunk hagyományosan táncol, illetve igyekszünk bővíteni a repertoárt, hogy a régebbi táncosok is mindig valami újdonságot tanulhassanak, mert nagyon gazdag a német tánckultúra is. Gyönkö jelenleg 3 generáció táncol hagyományos német koreográfiákat, ők különleges módon egyszerre egy helyszínen próbálnak minden alkalommal. Nagyon reméljük, hogy a járványhelyzet megengedi azt, hogy jövő márciusban megünnepelhessük ezt a 40 évet, megünnepelhessük mindazokat az embereket, akik ezért dolgoztak, akik valaha táncoltak, és megünnepelhessük a táncnak a szeretetét. Gyönkről tehát egyértelműen elmondható, hogy a német hagyományőrzést kiemelt helyen kezelő Grünewiese tevékenységének köszönhetően egyre népszerűbb a régmúlt idő kultúrája a fiatalok körében, ez pedig olyan érték, ami egy közösség fennmaradását tudja garantálni.